Mondhatni, beköszöntött a tavasz, olyan értelemben is, hogy gyerekek lepik el az iskola udvart, szép az idő. Gondolom, hogy valami ilyesmit képzelte Fenyvesi Zsolt, a Pátyi iskola igazgatója is, a tanév zárása előttre. Teljes létszámmal a fedélzeten vannak? Nagyjából a tanulói létszám is a normál ilyen tavaszi időszakot hozza. Egy-két hiányzó van, de így abszolút mindenki jelen van a jelenléti oktatásban. Búcsút mondhatunk a koronavírus járványnak? A harmadik hullám az már lecsengőben, negyedik az valaki szerint lehet, hogy majd ősszel. Mindenesetre most már abszolút a jelenléti oktatásban, jelenléti programokban gondolkozik iskolavezetőként? Most így erre a maradék három hétre ezek jelenléti programok lesznek. Elindult az osztálykirándulások, egynapos, csak az adott osztály, tehát szabályozva van, de már lehet menni osztálykirándulni. Lesz ballagásunk is, ugye még egy pár héttel ezelőtt kérdés volt, hogy lesz-e vajon ballagás, és hát lesz, de hát korlátozva ez is, hogy akkor egy-egy gyerekhez csak két hozzátartozó jöhet, a szülő vagy testvér, tanévzárás is meg lesz, némi korlátozással és némi átalakulással még, de hát azt, hogy most lesz-e negyedik hullám, meg hogy áll majd még a vírus, ezt azért még... Ezt majd az orvosok meg a hozzáértők eldöntik. De hogyan készülnek? Tehát talomba helyezik azt, hogy ha lesz, akkor az online oktatásra ne legyen gond az átállás, vagy pedig eleve úgy készülnek, hogy most már akkor vége és minden úgy megy a rendes kerékvágásba, ahogy eddig. Itt azért a jövő tanévet most már elkezdtük alapozni, elkezdtük átgondolni. Ugyanúgy, mint a idei tanévet is jelenlétire terveztük, és aztán majd ahogy az élet hozta. Itt is most mindent betervezünk az ütemtervünkbe jelenlétire, de hát aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, hogy hogyan és mint lesz a következő tanév, ez tényleg akkor látjuk majd. De mindent jelenlétire és minden programot szeretnénk továbbra is megszervezni, megrendezni. Pedagógusként kérdezem, hogy ön szerint a gyerekek pszichéjére, egymáshoz való viszonyára hatással lesz ez az eltelt bő egy év, amikor maszkban látták a felnőtteket, egymást is sokszor, itt nem járhattak be az iskolába, nem találkozhattak a barátaikkal, megváltoztak olyan szokások, hogy kézfogás, ölelés, puszi, tehát ez hagyja nyomokat. Ők a Covid nemzedék? Szinte biztos, hogy akkor lesz egy ilyesmi jelző majd hozzájuk, már YZ és J generációként emlegetik őket, most már egy Covid nemzedékként is szinte biztos, hogy lesz egy ilyen jelzőjük. Én bízom abban, hogy a változást azt a gyerekek egész másként élik meg. Hogy ők sokkal alkalmazkodóbbak, sokkal jobban tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogyha változik a környezet. Szerintem én pozitívan állok hozzá, hogy tényleg hiányzott nekik az, hogy ügyeiket intézzék is, ügyek legyenek a szünetekben. Látszik, hogy most így azért gyerekzsivaj van mögöttünk, és végre élet van itt az intézményben. Én bizakodok abban, hogy nem lesz maradandó nyoma ennek a nemzedéknek, lenyomata ez a közel másfél év. De biztos azért a szakembereknek, pszichológusoknak, mentálhigiénés szakembereknek akad majd munkájuk. Szőlősi Krisztina tanítónő élvezi a tavaszt, a napsütést és azt, hogy gyerekzsivaj lehet itt az iskola udvaron? Igen, nagyon élvezem. Sokkal jobb itt tanítani, hogy a gyerekekkel együtt vagyunk, és nem a képernyő előtt látom őket. Én nagyon szeretek úgy tanítani, hogy az interakciókat figyelem, és arra reagálok, és ők arra reagálnak, szóval, hogy nekem ez is sokkal könnyebb. Sokan azt mondják, hogy az online tanítás az fárasztóbb. Talán azért fárasztóbb, mert több rákészülést igényel, mert nincs visszajelzés. Ön is így tapasztalja, lehet ezt mondani a felvezető mondata után? Van előnye, van hátránya. Én nagyon sokat tanultam az online oktatásból, sokkal jobban kezelem például a projektort, a laptopot, sokkal bátrabban is kezelem. Én ott is jól tudtam a gyerekekkel kommunikálni, de az tény, hogy az a fajta interakció, az a fajta kommunikáció, ami a gyerekekkel az osztályteremben megvan, az nekem is hiányzott. Az online részéből a tanításnak megmarad valami a jövőben is? Mert egyesek úgy vélik, hogy valamilyen egészséges mértékben azért lehet használni azt, amit most az elmúlt bő egy évben elsajátítottak a pedagógusok. A projekt
monitorhasználat például, az, hogy a gyerekekkel olyan projektmunkákat végeztetni, amihez ő használjon laptopot, internetet, kis előadást tartson, ezeknél mindenképpen érdemes ezt a fajta rendszert megtartani, igen. De azért a humán erőforrás az nélkülözhetetlen. Én azt gondolom, hogy az főleg az alsó tagozaton, ott aztán pláne nagyon fontos az, hogy jelenléti oktatás legyen, igen. Mondjuk a veteményes kertet online használni elég nehéz. Ön a tanítványaival kijött már ide kapirgálni? Mi még nem, de vannak tanítványaim, akik igen, mert ez főként délutáni elfoglaltság, én meg általában délelőtt vagyok a gyerekekkel. De jönne, tehát tudna érdeme hozzászólni, hogy ez például büdöske volt, hogyha nem tévedek, de hogy mik vannak itt, meg mit kell velük csinálni? Természetesen nekünk is van otthon egy kis veteményesünk, úgyhogy alapvetően igen, már jöttünk, nézegettük, hogy van bazsalikon, van büdöske, van ilyen-olyan növény, úgyhogy kijönni már kijöttünk, igen, de most azt, hogy gazolni még nem gazoltunk, ezt el kell ismerjem, de nagyon szuper kis kert alakul itt. Önt is kérdezem, mint az igazgatórat, hogy lesz-e, milyen hatás marad meg a gyerekekre nézvést az elmúlt bő egy évből? Én azt gondolom, hogy talán felértékelődhet nekik is a társas kapcsolat. Ez a mai internetes világban ez talán egy nagyon fontos dolog. Én látom negatív hatását is ennek ilyen téren, tehát szerintem sokkal többet töltenek az online térben, mint ami egészséges lenne. Ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy sokkal fontosabb lett, tehát hogy tényleg felértékelődött az, hogy együtt lehetnek, hogy együtt tölthetnek időt. És ez egy ilyen oda-vissza pozitív-negatív hatás szerintem mind a két fele. Tehát az is, hogy egyrészt negatív, hogy nagyon sokat töltenek online világban, viszont pozitív hatása, hogy megtanulnak ezekkel az eszközökkel bánni. És megszerettek iskolába járni. Pontosan. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos pozitív hatása lett, igen. Madaras Hunor 4. A-osztályos tanuló például szerette iskolába járni. Attól függ, hogy milyen nap van, meg ilyenek. Hogyha mondjuk beteg vagyok, akkor persze, hogy nem jövök, de ebben tök jó jön is liba, mert hogy itt vannak a barátaim, sokat vagyok velük, tudunk játszani. Milyen volt otthon? Mert amikor otthonról kellett tanulni. Fura volt, tanárt is alig láttuk, mert hogy pár óránk volt vele, de jó volt, meg ilyenek otthon voltunk, tudtunk segíteni bárkinek, de hogy gyakran láttuk a barátainkat. Komolyan vetted a tanulást akkor is, amikor otthonról kellett tanulni? Tehát amikor óra volt, akkor odaültél a készülék elé. Mint tanultál egyébként? Mint követted az órát? Telefonról vagy valamikor számítógépről, de minden nap beléptem, meg rendesen tanultam. Csináltad a leckéket is? Igen. És nem segítettek a szülők, a nagyobbak? A testvérem valamikor segített, de nem sokszor. Tanulmányi eredményeden mennyire tükröződik? Jó jegyeket kaptál a otthoni tanulás alatt is, vagy itt azért jobb? Otthon is kaptam jó jegyeket, meg itt is kaptam jó jegyeket. Alapvetően te jó tanuló vagy? Igen. És most már akkor minden nap jársz iskolába, örülsz ennek, hogy így van? Nem lesz az, hogy majd megmondod, hogy jaj, de jó lenne megint otthon lenni? Inkább suliba járok, mint hogy otthon üljek, meg ott tanuljak minden nap. Inkább ide jövök.